Elkezdődtek a Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek és az emlékkiállítás Franciaországban, a Loire folyó völgyében fekvő Amboise városában. Franciaország és Olaszország a közöttük lévő diplomáciai feszültségeket félretéve közösen emlékezik meg a reneszánsz zseniről. Le président de la République française va recevoir donc ici à Amboise. A francia elnök itt Amboise kastélyában fogadja majd az olasz elnököt. Ez egy nagyon komoly gesztus, amely kifejezi a két ország közös emlékeit. Úgy vélem, ez a kultúra, amely összeköti országainkat, egy olyan erős jelkép, amelyet mindkét elnök szeretne hangsúlyozni, mondta az Amboise-i kastély igazgatója. Az 1519. május 2-án 67 éves korában elhunyt Leonardo da Vinci 1516-ban állt a francia király szolgálatába, életének utolsó éveit a Loire-menti kisvárosban töltötte. Ide leghíresebb művei is elkísérték, például a keresztelő Szent Jánost ábrázoló festménye vagy a Mona Lisa. A műalkotásokat francia nemesek vásárolták meg, így francia hagyatékba kerültek a festmények. Legtöbbjük jelenleg a párizsi Louvre-ban látható. A mostani emlékkiállításra Olaszországból is érkeznek képek. Leonardo da Vinci egy művész volt, és mint minden művésznek a munkája, a tehetsége, a művészete mindenki számára közös. Leonardo da Vinci Olaszországban született, firenzei volt, munkája során azonban hatalmasságok szolgálatába állt. Karrierje és élete itt Franciaországban ért véget, és mára már egyetemes alakja a kultúrának, a szépség pedig mindig sok embert hoz össze, mondta az Amboise-i kastély igazgatója. A közös művészeti örökség ellenére Olaszország és Franciaország között állandó vita téma da Vinci öröksége. Például még mindig nem tudni, hogy a híres Vitruvius tanulmányt, a körberajzolt férfi alakot kiadja a Velencei Múzeum az emlékkiállításnak.